A mai videóban sminkeket fogunk selejtezni, illetve megmutatom nektek, hogy milyen sminkjei vannak. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Hát sziasztok! Akkor kezdjük is el szerintem ezt a smink kollekciós videót. Amit itt láttatok az asztalon, az az összes sminkem. Két helyen tárolom őket, a fürdőszobába, amiket használok a szezonban, illetve a hálószobában van egy ilyen kis polcos szekrény. Ott azokat tárolom, amiket nem használok, de használom, csak váltogatom őket évszakonta. Tehát most megint jön a jó idő, a meleg, előbb kerülnek ezek a nyáriasabb színek, úgyhogy itt az ideje rendet rakni. Mivel már itt vannak a rúzsok előttem, előbb ezt fogjuk megnézni, csörögnek. Szóval ennyi az összes rúzsom, szerintem nem sok, ez egyébként egy 6x4, 24 darabos rúzstartó, és úgy látom, hogy 23 darab rúzsom van, szerintem ez egy tök átlagos mennyiség. Igazából akkor kezdjük is a kedvenc rúzsommal. Szerintem aki követi a videókat, az tudja, hogy a kedvencem a MAC-nek a Velvet Teddy-e, amihez nem, mert ez egy másik MAC. Szóval a MAC-nek a Velvet Teddy, amit mini kiadásba vettem meg, használom, megmarad. Nagyon-nagyon szeretem. Van itt még nekünk egy lássos rúzs, megmondom őszintén, a rúzzsal magával nincs gondom, mert nagyon-nagyon szép, egy ilyen rózsaszínes árnyalatú, viszont nem nagyon szoktam használni, mert nem az én színem, nagyon hideg rózsaszín. De ettől függetlenül megtartom, mert hogy teljesen új egyébként. A következő az Essence-nek, ez a Color Boost rúzsa, igazából ez egy ilyen ecsetes barna, ilyen matraszáradó, ezt ritkán használom, mert nagyon sötét, de megtartom. Jöjjön egy szájfény, amit biztos, hogy nem tartok meg, ez a Cyan-nek a szájfénye, Aldis szájfény. Nem az én színem, és nem is nagyon vagyok oda a szájfényekért, úgyhogy ez megy. Amit nem tartok meg, egy ilyen kis kosárba fogom gyűjteni. A következő, Ildikó Beauty küldte nekem, igaz, hogy MAC rúzs, de egyáltalán nem az én színem. Nagyon-nagyon pink. Egyébként, ha nektek tetszik, akkor elmondom, hogy ő a 705-ös árnyalat, úgyhogy őt nem fogom megtartani, szerintem anyának fogom odaadni. A következő, egy ilyen Douglas-es rúzs, ezt ugye anyu vette nekem, ezt tényleg csak nyáron használom, mert annyira erős színe van. Látjátok, egy ilyen, nem is tudom, ilyen narancsos, korallos beütésű, szeretem, de csak nyáron használom, úgyhogy ő marad. A következő, egy szintén szájfény, marad, mert tök jó színe van, itt van egyébként, csak télen nem szoktam szájfényt használni. Egy másik nagy kedvencem, ez a piros rúzs, ez azt hiszem, hogy rimmeles rúzs, és szeretem, de hát nem a legszebb állapotú, úgyhogy ettől sajnos meg fogok válni, mert meg is van olvadva, vagy nem tudom, mi van vele, le is volt törve, próbáltam megheggeszteni, ő megy. A másik rúzs, ez régi is már, és nem is szeretem, nyomot hagy a fogaimon. Ez is egy rimmeles kétmoszt rúzs, úgyhogy őtőle búcsúzni fogok. A következő, őt ugye ajándékba kaptam egy nézői csomagba, sokszor használom. Ez a Bourjois-nak ez a Velvet rúzsa, ő ilyen, ez itt a legszélén, ő biztos, hogy marad, szeretem. Őtőle búcsúzunk, az Essence-nek ez a Plumping Nudes nevezetű szájfénye. Egy az, hogy le is járt, már nem is jó az illata, és ős régi darab, úgyhogy mennie kell. Van még nekünk itt egy 1000 éves labelló, ami ilyen csillogó, és hát be van száradva, úgyhogy kuka. Következő a Kétmosznak szintén a rimmeles rúzsa. Nagyon kevés van belőle, mert nagyon-nagyon szeretem és sokat használom, úgyhogy ő meg fog maradni. Nagyon a végét járja már ez a Max Factoros rúzs, még egy kicsi van benne, és ezt még meg fogom tartani, de szerintem egy-két hónap is el fog fogyni. A Trendy Tap rúzsa a következő.
szoktam használni, de nem a kedvencem, de megtartom, mert még nem járt le. Illetve ezek a folyékony rúzsok vannak ugye a Maybelline-től, ezt mindig használom, ezt a Seductress, ez a 65-ös árnyalat, kicsit hasonlít a Velvet Teddy-re szerintem, úgyhogy szeretem magad, illetve a Ruler, ebben nagyon-nagyon kevés van, nagyon sokat használtam, még megtartom, még kihasználom. Ez pedig az egyik szájfénynek a fedő része volt, hogy tartósabb legyen, amit ugye megtartottam, úgyhogy ez így a szedbe van, ezt mindenképp megtartom. Következő rúzs, Essence, ezt is nagyon sokat használom, hosszantartó rúzs, és szeretem, marad. Ezt imádom. Farmasinak ez a matra száradó rúzsa, ugye ezt nemrég kaptam tesztelésre, azóta is használom, ilyen kis ferde ecsete van, itt van, ez nagyon-nagyon szeretem, marad. Catrice-nek a Demi Matte rúzsa, ami egyébként nagyon jó rúzs, csak szárítja az ajkakat, és nekem a 02-es árnyalatban van meg, egy ilyen baba rózsaszín, szuper szerintem nyára, úgyhogy marad. Szintén farmasi rúzs, nagyon-nagyon szép kis barackos szín, megmutatom nektek. Itt van ő az, marad. És az utolsó, amitől sajnos elbúcsúzunk, a Lovely-nak ez a H2O szájfénye. Nem tetszik, a színe sem már, nem használom, úgyhogy őtőle búcsúzni fogok. Szóval a 23-ból 16 darab maradt, 7-et sikerült leselejtezni, nagyon örülök neki. A következő kategória, amit meg fogunk nézni, azok az alapozók, illetve a BB krémek, de nekem nincs alapozóm, úgyhogy 4 darab BB krémem van. Ami a nagyon-nagyon kedvencem, és mindjárt el fog fogyni, de most nem fogok belőle újra rendelni, mert vannak sötétebbek most már, és ugye azokat fogom használni. És ez a Farmasinak ez a BB kréme, makadámolajjal, B3 vitaminnal, argánolajjal, kollagénnel, szóval nagyon-nagyon ajánlom nektek. Az én színem egyébként a Medium to Dark, a 04-es. Ez megmarad, nagyon kevés van benne, most is ez van az arcomon, imádom. És ugye én előtte évekig a Garniernek a BB krémét használtam, ebben nagyon kevés van, lehet, hogy már nincs is benne, de van, ez a médium árnyalat, megtartom, mert kevés is van, és most már tudom majd használni. Ez meg teli van, ki se volt még bontva, ez is a médium, csak ez a hosszabbik fajta. Illetve ez már nagyon-nagyon régi, ez a névás BB krém, úgyhogy ettől meg fogok szabadulni, de meg is mutatom nektek, hogy ez egyébként meg nagyon-nagyon sötét, hát itt van, bár lehet, hogy az én bőrömre jó, úgyhogy ezzel majd még elgondolkozom. Primerek közül két primerem van, és mind a kettőt használom, az egyik a MAC-nek ez a kicsi primere, ez ugye ajándékba volt a MAC rendeléshez, illetve a Farmasinak, nézzétek meg, így megmutatom nektek, hogy ez a VFX Pro Camera Ready, nagyon sokat használom, főleg smink videókhoz, vagy hogyha olyan helyre megyek, úgyhogy mind a kettő marad. Három darab púderem van, ugye a Lovely-nak ez a rizspúdere, ezt használom, új, marad, egyértelmű. A Maybelline-nek az Affiniton púderét használom még, nagyon kevés van már belőle, de marad. Illetve ezt fogom most leselejtezni, ez egy Aldis púder, nem is nagyon van már benne, elfogyott, és már nem kell, úgyhogy ő kuka. Korrektorok, amit most legújabb szerzeményem, de már ez is nagyon fogy. Ez az Essence-nek ez a kamuflázs, matt korrektora, ő marad. A Maybelline Fit Me-vel is szoktam néha keverni, mert ez nagyon világos, ez a 15-ös. Ez is fogy, úgyhogy ebbe is még marad. Ma a szemeim alatt a Farmasinak ez a kis korrektora van, úgyhogy használom, marad, illetve van nekem egy hipoallergenik Bell márkájú hipoallergén korrektor, ez egy nagyon tömény korrektor, a színe tök jó, ezeket a bőrhibákra szoktam felvinni, kis pattanás, mit eszel, stb. Úgyhogy marad, úgyhogy a korrektorokból is minden marad.
Szemöldök formázók jönnek, amit minden nap használok a szemöldökömre, ez a Douglas-es vagy Douglas-es paletta, látjátok, van benne egy wax és a por része. Lassan, ha ez el fog fogyni, akkor ennek is menni kell, mert ugye anélkül már nem tudom fixálni a szemöldökömet, de most még marad. Illetve a legújabb szerzeményem a Catrice-nek ez a Brow Artist nevezetű szemöldök ceruzája, ezzel van most kiúzva a szemöldököm, van keféje is. Ha esetleg hamar elfogyna, akkor is megtartom, mert a keféjét nagyon szeretem, de most még marad, hiszen még teli van. Illetve az utolsó, szerintem ettől el fogunk búcsúzni. Bár lehet, adok még neki egy esélyt. Jó, adok neki egy esélyt, mert tök jó színe van, szóval az Essence-nek a... Dehogy Essence kupakot raktam rá, de Miss Sporty, szóval nem tudom, elkeveredett valahol a kupakja. Szóval ez egy Miss Sporty szemöldök ceruza, 018-as Savage, egy világosabb, mint ami mostani, úgyhogy jó lesz nyára. Marad, szóval szemöldökök, ez a három termékem marad mindegyik. Amit már nagyon régóta le akarok selejtezni, azok a monoszemhéj púdereim, méghozzá Csibótól, évekkel ezelőtt kaptam őket. Nem volt szívem úgymond kidobni őket. De egy az, hogy nem használom, nem is szeretem őket, megmondom miért. Ezek ugye ilyen kis pici tégelyben vannak, kettő szín van benne, el vannak osztva. Egyszerűen se, hogy ez teljesen új. Szinte mindegyik új, nem volt használva. Nem szeretem őket, szóval jobb szeretek. Vagy egy darab monoszemhéjből sminkelni, szemhéjpúderből, vagy palettából, és... Tudom, hogy ezek nem romlanak meg elvileg, de van olyan, aminek nincs teteje, szóval ez biztos, hogy kuka. A következő termék egy kontúrozó szemhéjpúder az Essence-től. Az az igazság, hogy én ezt soha nem használtam, vagy nagyon-nagyon keveset, nem tudom miért. Nekem nem tetszik, de szerintem ez tök újnak mondható, úgyhogy ezt valószínű anyának oda fogom adni. Amit viszont nagyon-nagyon szeretek, a Farmasinak ez a mono szemhéjpúdere, ezt nagyon sokat használtam már, nem sok van már benne, hát úgy félig, úgyhogy mindenképpen megtartom, és nagyon hasonlít a Maybellinnek a Color Tattoo-jára. Ezzel csak egy bajom van, hogy beszáradt az egész, úgyhogy ettől sajnos meg kell szabadulnom. Illetve van még itt kettő szemhéjpúder, ezt nagyon sokszor használom, az Essence-nek a mono szemhéjpúdere, 03-as, és látjátok, hogy mennyi elfogyott már belőle, de használom, úgyhogy ez marad. Egyszer vettem egy ilyen kis kékszínű darabkát, ki se volt még nyitva, nem tudom, miért gondoltam, hogy nekem ez jól állna ez a kék, ki sincs nyitva, úgyhogy full új, tökéletesen új. Ezt megtartom, ki tudja, mikor lesz kedvem vele sminkelni. Jöjjenek a paletták, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab palettám van, amit a legtöbbet használok. A Lovely-nak a Jungling palettája, ajándékba kaptam, nagyon-nagyon szeretem. Most is ez az ezüst színű van rajtam a szemhéjpúderom, a szememet, mindig kérdezitek, hogy mi ez az ezüst, ez az. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a színeket, biztos, hogy marad. Hát ezt nem tudom, hogy megmerjem-e mutatni. Essence Touch Up To Go, 1000 éves, és most le is fogom selejtezni. Hát ki is van folyva, itt volt egy ilyen, nem tudom milyen wax. Nagyon sokat használtam a pirosítóját, de emiatt nem fogom megtartani, mert ebben nagyon kevés van, úgyhogy ő... tőle elbúcsúzunk. Essence-es paletta. Itt is már van egy ilyen waxos rész, még ki se volt bontva, de hát ezek ugye nem bírják, hát megfolynak. Illetve vannak ezek a színek benne, annyira nem vagyok oda érte. Porzik is, nem tetszik, úgyhogy ő is nem marad. Szintén Essence paletta. Úgy látom, hogy valakinek sikerült belenyúlni, pedig ezek nem is abban a szekrényben vannak, ami elérhető. Na mindegy, de nem is szerettem, úgyhogy ő sem marad.
Ezt a palettát, ez is egy eszenszes paletta, nagyon sokszor használtam már, ezt a színt nagyon szeretem, a többi picit porzik, úgyhogy megtartom, marad. Én az Essence-nek ez a palettája, ez a Sydney paletta, ez a nyári palettám, tehát nyáron ezekből szoktam sminkelni, úgyhogy látjátok, ez az egyik kedvenc színem, ez az aranyszín, ez megmarad. Tudom, hogy meg kéne már válni ettől a palettától. Ez ősrégi, legalább 5 éves, és nagyon leharcolt állapotban van ugye ez a Maybelline paletta. De még megtartom, mert nagyon sokat használom, látjátok, szinte minden színt használtam belőle, talán kivétel ezt a színt, meg ezt, de hogy nagyon-nagyon elfogyott. Még megpróbálom kihasználni. Amit még nagyon szeretek, ezt is egy nézőcsomagból kaptam, az e.l.f. paletta, ezt a színt nagyon-nagyon sokszor használom, ezt a szürkét is szoktam, itt ugye volt egy kis sérülés, barnát is, szemöldökre is, úgyhogy tök jó paletta, nagyon szeretem, marad. És az utolsó, amint nem tudom, hogy mi legyen vele, a Lovely-nak a palettája, ki is tört már belőle egy cín, akkor már mikor megérkezett, illetve még egy kitört, ki vannak fogyva, és porzik, úgyhogy ő megy, vagyis nem marad. Végül is 5 paletta maradt meg a 9-ből. Jó, hát a következő kategória a szempilla spirálok, amiből nekem elég sok van. Na akkor nézzük is, kezdjük is el. Már egy szemtussal kezdek, ezt megtartom. Az egyetlen egy szemtusom, ami fekete, a Lidl-nek a szemtusa marad. A következő a Farmasinak a Zen spirálja. Nem a kedvencem, de szoktam néha használni, hogyha nem akarok olyan feltűnő pillákat, úgyhogy ez is marad. A Lush-nak a szempilla spiráját is nagyon szeretem, ugye PR ajándéknak kaptam, ez is egy ilyen visszafogott természetes pillákat csinál, és ez ilyen kisebb kiszerelésű, alsó pillákra szoktam használni, úgyhogy ez is marad. Amitől búcsúzok, az a NYX-nek a Worth the Hype spirálja, mert ki van fogyva, ezt csak a videó miatt tartottam meg nektek. Ő is egy ilyen kis mini kiszerelés volt, még azt hiszem Ildikó Beauty küldte nekem, nagyon-nagyon szerettem, de már nem sok van benne, úgyhogy ő megy. És természetesen a kedvenc spirálomból 3 is van itthon, miért is ne, ő a La Sensational, de azt hiszem, hogy az egyik már be is van száradva, ő lesz az, de mindjárt leellenőrzöm. Ő egy teljesen új, ő biztos marad. Még nem is volt kinyitva, látszik is rajta azért, hogy melyik volt jobban használva. Ebbe is szinte majdnem félig van. Őtől le fogunk megszabadulni. Igen, ő elfogyott, úgyhogy ő kuka. Én egy spirált mutatok nektek, a Maybelline-nek a Sky High, fel van hype-olva az egész. Nekem egyáltalán nem jött be se ez a rugalmas kefe, se maga a spirál. Tehát én La Sensational párti vagyok, de megtartom azért, mert semmi baja nincs, tehát új. Ildikó Beauty-tól kaptam ezt is, használom, de nem a kedvencem, úgyhogy marad. Az egyik néző csomagban volt ez a Evelyn Cosmetics szemöldök szempilla alap, ugye ez egy ilyen fehér és dúsítja a pillákat, rá kell rakni a spirált, ezt használom, nem mindig, de használom, úgyhogy ő is marad. Lovely Vampire spirál. Egy idő után azt vettem észre, mert egyébként nagyon jó, hogy elkezd így becsomósodni. Nagyon sok festéket vesz föl, de egyébként szuper spirál, úgyhogy ez van most is a pilláimon egy rétegben, úgyhogy marad. Essence Lash Princess-t ajánlottátok, nem sok van már benne, azt még el fogom fogyasztani, de többet nem vásárolom meg, úgyhogy marad. És szerintem ezt viszont le fogom selejtezni, ősrégi, alig tudom kinyitni, vízálló, de egyébként szuper spirál volt, nincs is benne, Essence You Better Work spirálja, ő nem marad. Highlighterek jönnek, egy darab highlighterem van, ez a Vivian Szabónak ez a highlightere, Ildikó Beauty-tól kaptam ajándékba, nagyon ritkán használom, azért nappal nem nagyon szoktam highlighterezni, de ő marad mindenképpen. Amit még mutatni akartam, van egy tusom, ez a Lush-nak a tusa, ez a gyönyörű kék színű, ezt én választottam PR ajándék. Szoktam használni, bár nem minden nap,
és azt nézem, hogy nincs ebbe száradva, de nincs, úgyhogy ő marad, de látjátok, elég sokat használtam már ebből is. És akkor jöjjenek a ceruzák, hát igazából egy száj ceruzám van, ezt látjátok most is a számon, az Essence-nek ez a 80 órán át tartó száj ceruzája, nem tart 8 órán át, de nagyon szép színe van, könnyen lehet vele dolgozni, hegyező van a végén, marad. Ami biztos, hogy megy, nem tudom mi, ez az ős kövület itt, 345 forintos valami, a szekrénybe találtam, kuka, egyébként valami szájceruza volt. És akkor van egy fekete szemceruzám, ez a rimmeles, ez marad, szintén rimmeles fekete ceruza, ugyanaz a fajta, marad, csak kicsibe. Ez pedig, esküszöm, nem tudom milyen márka, de nem használtam sosem, nem marad. És van még itt egy másik, Air Woman szemceruza, sajnos ettől is meg fogok válni, mert nem tudom, egyszerűen, hát lehet, hogy az, hogy nincs is kiegyezve, de nem fogom használni, eddig se használtam. És akkor jöjjenek a pirosítók, amit mindenképpen megtartok a Lush-nak, ez a Karizma pirosítója, pici kis pontokat szoktam felvinni az arcomba is, eloszlatom kézzel, nagyon-nagyon szeretem, vagyis bőrszínező marad. A kedvencem, a kedvenc bronzerem ugye a Lovely-nak a bronzere, nagyon régóta használom, szerintem már egy éve biztos, marad. Az új szerzeményem a Rival Loves Me-nek ez a rúzspúder pirosítója. Arcpirosító púder, világos barack, használom minden nap, most is ez van az arcomon itt. Marad, a Rival Loves Me-nek ez a tropikál bronzere, ezt is használom, főleg nyáron, melegebb időben marad. Catrice-nek, mindjárt kiesik a kezembe, Catrice-nek a pirosítója, ez egy ilyen rózsaszín, ez is marad. És nagyon hezitálok itt ezeken, mert igaz, hogy ez egy... Slick pirosító, Jericho Beauty-tól kaptam, de melyik is volt az, amelyik jobban tetszett? Ez szemhéjpúdernek maximum, a pirosítónak nekem ez kicsit nem az én színem. Nagyon világos rózsaszín, úgyhogy marad. Illetve van még egy Essence szemhéjpúderem, nem tudom miért került ide. Egy ilyen, ő is marad. Az utolsó termék. Ez a pirosító, ezt is Jericho küldte nekem, de ez nem tudom, nekem nem az én színem, úgyhogy ezt valószínű anyának fogom adni. Ja, és akkor nézzük már meg még gyorsan az ecseteket is. Ezeket az ecseteket használom. Igazából amit legtöbbet használok ecsetet, az az elfes ecset, ugye a két satírozó ecsetet szoktam használni. A Rossmannban találjátok meg azt a Rossmannnak a saját márkás ecsetét, ezt is satírozásra szoktam. Van egy ferde végű elf ecsetem, ugye ez az amerikai csomagból volt, ezt használom a szemöldökömre. Ez egy alis ecset, ez is szemöldökre megy, és ezek is alis ecsetek, illetve a másik nagy kedvencem, a Müllerben vettem egyszer, ezzel szoktam felvinni a szemhéjpúdert, jó kis lapos, kis pufi, illetve ezeket szinte mindent használom. Korrektor ecset, úgyhogy ezek közül semmitől nem fogok megválni. Akkor mutatom, hogy igazából ennyi maradt. Ennyi az összes sminkem, én úgy gondolom, hogy ez nem sok, tehát egy ilyen átlagosnak mondható, és végül úgy döntöttem, hogy ezeket is leselejtezem, és ugye itt vannak a selejtek, amik megfolytak, lejártak, elfogytak, beszáradtak. Nem fáj ezt a szívem, megmondom őszintén, tehát nem fogok magamra. Ezekkel nem tudok mit kezdeni igazából. Mi következő lépés lesz az, hogy szépen rendszerezem őket a fürdőszobába, és majd megmutatom nektek. Ez az én kis polcom, ide kerültek át, és egy fak tök üres lett, úgyhogy meg tudtam menteni egy kis helyet, úgyhogy az ékszereimet ide raktam, meg ebbe is vannak még ékszerek. Úgyhogy ennyi. Kategória szerint vannak tehát pirosítók, hátul vannak a spirálok, korrektorok, úgyhogy remélem, hogy a rend kitart egy pár hétig legalább, utána úgyis mindig összekopizom őket.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem tetszett nektek. Nem tervezek mostanában sminkeket venni, ami van, azokat használom. És jövőre is találkozunk sminkselejtezős videóban. Addig is, hogyha tetszett, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel. Ja, és ez egyébként, ha megkérdezné valaki, Pepkós hajráv, 300 forintos, és a Vivikéjé. Puszi, sziasztok!